Szép jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm az Origo Mecsekszabolcs Rádió hallgatóit az FM 87,6 MHz-es földi sugárzásról. Valami nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki az internet előtt ül és velünk tölti ezt a délutánt, ezt az estét. Hiszen foghatók vagyunk ugye a címkeprogram honlapján a rádióra kapítva. De hát azok, akik láttak bennünket, ők már bizonyára tudják, megszokták és készülnek is talán az adásainkra. A címkeprogram, mint tudják, két heti rendszerességgel van jelen irodalmi estekkel, képzőművészeti kiállításokkal, népfőiskolai előadásokkal, fesztiválokkal, koncertekkel, mindenföldi jó valami kultúra, úgyhogy tartsanak velünk. Ma egy pici kis irodalmi összejövetellel kedveskedünk a hallgatóknak. Kívánság műsor is lesz. Már telefonálhatnak is a 72-es körzet 238-888-as telefonszámra. Itt adják meg az adataikat, az, hogy mit küldenek kinek, és hogy önök kicsodák, hogy be tudjuk ezt is konferálni. Vagy pedig írhatnak SMS-t a 0620-515-5301-es telefonszámra, amit rögtön itt a kis rögtöntös stúdiumban olvasunk, és tudjuk teljesíteni a kívánságokat. Jelen pillanatban dr. Túr István Gyógyító Szépség című kiállítással látható itt a Pécsi Origo házban, a Pécs Komlő 90-98-as épületében. Ez még két hétig mindenféleképpen látható lesz, úgyhogy nyugodtan jöjjenek el munkanapokon, reggel 8-tól délután 4-5 óráig látható, inkább 4-ig, tehát hát azért kell egy óra, amit áttekintik a kiállítást. Aztán talán emlékeznek rá, hogy a kiállítás mennyikor Bétúri Zsuzsanna Göröngyök az úton című könyve mutatójával kezdtük. Azért is, mert ez szervesen összefüggött, ezért említem meg egyrészt a könyvet is, mert egy nagyon szép könyv, nagyon nívós belső tartalommal, és hát ugye, mint mondtam, szervesen összefügg a kiállítással, hiszen apa lányáról van szó, tehát családon belül egy kiállítás és egy könyve mutató volt. Aztán lehet, hogy most egy kis csalódást okoztunk azoknak, akik készültek a mai kiállítás mennyikorra, mert beharangoztuk már az interneten, a meghívók is kimentek sokfelé, hogy Szentrő László Pécsi fotoművésznek tartunk a kiállítás mennyikor. Ez sajnos technikai okokból elmaradt, egyeztetünk Szentrő Lászlóval, és jövő héten szerdán, azaz július 16-án 17 órakor tartjuk meg ezt a kiállítást. Most röviden ennyit szerettem volna elmondani, aztán majd természetesen még rátérek ezekre a programokra, hogy mi lesz a jövőben az adások végén. Arra kérem majd az itteni tagokat, hogy rájuk kerül a sor, és hogy a villámas dörgések közelhetnek, hogy lehet, hogy valami a gondunk, mindenki mutatkozom be, hogy neki legyen egyesével bemutatni nekem mindenki. Köszönöm szépen, dőljenek hátra, és hallgassák, jövezzék az adást. Megkérem, hogy kezdjenek akkor a felolvasásra. Jó estét kívánok! Csé Horváth Ilona vagyok. Régen jártam itt, ezért külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévőket, benneteket. Köszöntöm a hallgatókat és sok szeretettel a nézőket is. Egyben, mivel azért úgy mindig bennem van, hogy valami jót kell tenni minden napnak, legyen ez a mottója. Én június 5-én megnyitottam egy kiállítást, Pandur Mária 18. kiállítása volt a Lénau házban. Augusztus végéig a gyönyörű festmények megtekinthetők, vannak új képek, és én szeretném, ha minél több közönség megtalálná őt még a következő időkben is. A megnyitón egyébként elég sokan voltak. A képek egy része Marokkóban, illetve Svájcban is készült, illetve az ott ért benyomásokról pontosabban. Érdemes megtekinteni. Marikának említettem, hogy a 18. kiállítása. Én ez alkalomból írtam egy versikét, ezt beírtam a vendégkönyvbe. Nem egy ilyen szimpos, elcsépelt szöveg, amit úgy szoktak, hogy jaj, de szép volt, örültem, hogy láttam. Én ezt írtam Párhuzam 2 címmel, amit most el fogok olvasni. Hozzáteszem, hogy én őt láttam Vízszigetén alkotás közben is. A vers.
Párhuzam 2. Aranysisakkal a fején, aranynyilakkal, hervatag partok pucér ág talaja fölé, s kavicsos kövei közé lőtte a nap rikító sugarait, égi testének sárga ionjait. Majd elmerült a tenger vizében, és a tenger fürdött a fényében. A nagy folyamot emberek is szelték, test és lélek frissülésére tették. Ott a parton, hol a gyérfű is kiégett, egy hölgy az alkotás lázában égett. Izzadság gyöngyök gyűltek a homlokán, látszellő sem szállt meg szalmak alapján. Kitartó művész perzselt a nyárnak melege, mert Pandúr Mária addig le nem tehette elszabadult zabolátlan ecsetjét, míg fel nem került vásznára a teljesség. A fennem leírt szép festői jelenség. Én ott voltam, csodálatos lett a kép, Marika, egy Isten adta tehetség. Úgyhogy kérem, nézzék meg ezt a kiállítást, és ti is nézzétek meg. Köszönöm. A másik, amit lehet még egy versetnél. Bari Károlynak a Requiem című költeményét szeretném elolvasni, de ez kell a szemüvegem, úgyhogy nincsen. Bari Károly, Requiem. Százholdas szívedben elfért a világ. A napok lovai mégis kiportak rajtad. Hét határba nyerítették bánatodat. A szegénységet, tüskés ágai fölhasogatták arcod, vérzett, lecsöppent a porba, átszivárgott a gyökerek éjszakáján. Az idő csontja is véresen ropogott. Emlékszem, amikor apád meghalt, éppen meszeltél, s te meszes kézzel fenyegetted az Istent, aki az ég szürke ajtaja mögé zárkózott átkaid elől. Magadra maradtál, szemeid vakablakán belépő ember sors rád röhögött, szoknyád alá nyúlkáltak, megkövült kínoddal szédelektél közöttük. Gyermekeid is elvágtak mellőled. A kenyér, amit a szívedből törtél, már keserű volt. Hiába muzsikáltál a csend piros hegedűin, nem aludtak el többet rajta, mindegyikkel elfutottak a vonagló utak, még árnyék foszlán sem maradt belőle. Egy elszakadt cipőfűző, agyonfogdosott fénykép, de még egy hajszál sem. Magadra maradtál, anyám. Most már csak azt várhatod, hogy a porkoporsóban húsott falai szétomoljanak, százholdas szívedben göröngyök táncoljanak, és messzes ujjaid vasdárgái az égre meredjenek. De most egy olyan verset szeretnék elmondani, amit idén írtam a születésnapomra, de úgy gondoltam, hogy egy olyan verset fogok írni, nem csak nekem, hanem mindenki másnak is szól. Hallgassák meg a verset. Dr. Tóth Tivadar,
születésnapra. Kegyered javát, ha már megetted, suhanó idő járt el feletted. Földi léted egy röpke fuvallat, számtalan csoda vár rád ez alatt. Ne számold már tovább az éveket, élvezd bátran a múló perceket. Az igaz pillanat legyen veled, a most hatalma maradjon neked. Ne vesd csak tovább a múló időn, ne aggódj az ismeretlen jövőn. Mindig tegyed azt, amit szíved kér, hiszen fénylő lelked most benned él. E papírra vésett pár gondolat, aranyozza be szülinapodat. Szent alázat kísérje utadat, mindenségben érezd otthon magad. Nagy Zsuzsanna vagyok, és a férjem Nagy László versét hoztam ismét magammal. Elmém az elmém. Sárga kis szobában ketten heverünk, kettőtől négyig egy szonyát is leverünk. Úgy élünk, mint a méhek közt a here, nincsen gondunk itt soha semmire. Reggel délben este mérget is eszünk, ettől megy el végleg, vagy jön meg az eszünk. Kiölik belőlünk azt, ami gyenge, ami nem képes kelni új életre. Érzékeny antennánk azért megmarad, másért nem, ezért becsüld meg magad. Mindegy, hogy miként, ha ide kerültél, egyszer vele határ, elérzékenyültél. Lefogva behoztak, vagy csak bekerültél. Magadtól jöttél, vagy úgy menekültél. Szájak tüzétől, vagy világzajától, itt bizton elzárnak a külvilágtól. Tudós doktorok figyelik lépteit, nyugodtan faggatnak, mik a nézetei. Keresik, mitől tört ketté az életed, megtalálni önmagad segítenek neked. Ebben segít a pszichológ vizsgálat, megmérni próbálják agyi normádat. Ha meg úgy érzed, végleg elvesztél, sokat altatnak, hogy sokat felejtsél. Én már 2 hete alszom és álmodom, hogy hazamehessek, azt azért várhatom. Talán majd holnap a főorvosi vizit. Vidámabbá tesz, vagy elszomorít kicsit. De nem csak engem, szerető hitvesen. Kitán jobban szeret, mint ahogy értemben. És Kardos jó anyám, ki ide bekísért, úgy aggódik értem, mint egy kis gyermekért. Gyermek lettem én is, gyermek lettem újra. Mint ahogy Petőfi 48-ban írta. Vagy az is lehet, hogy még meg sem születtem. Még csak tervezgetnek belül a szívemben. Bejöttem azért, mert nem tudtam dönteni. Sorsom viharába új reményt önteni. 20 gondolatim magukkal csatázta, mint ekkor István a koppány hadával. Mint ahogy rátámadt nemzet önnemzetre, úgy támadt egy agsejt a másik agsejtre. És ahogy István hallgatott anyjára, úgy jöttem be én a bolondok házába. Köszönöm. Babosnyi Nagy Zsuzsanna vagyok, Antal Adrián a Mariana versét hoztam. Címe a Pipacskot. Ott egy engelenge bimbó, vékony ruhán, széllel ringó. Mitől lehetsz ilyen bájos, spirulásod kacér, lányos? Meghajolgat vékony szárad a nap, ha égeti a hátad, és lehajtod szépen fejed, szélsűvű, vagy zaporod. Máskor mezők spanyolja vagy, szenvedélyed ereje nagy. Flamenkót jársz, tűnes tártod, gondról sikítod a láncot. Nézlek, nézlek, úgy csodállak, rubintja vagy mennyit állnak, útszéleknek, parlagoknak, mosolykincs a vándoroknak. Májustól tartalak odalmad, összegyűlt már sok adalmad. Húzd rá tücsök, egyszer élnek, ki jár ez a menyecskéknek. Mert ha majd az őszt követik, piros ruhát mind levetik. A pipacsok elköszönnek, s újabb évig újra jönnek. Arra gondoltam, hogy olyan régen volt már a rejtvény. Több adáson keresztül nem volt, mert az is volt az oka, hogy
annyira sűrű volt a program, egyszerűen nem volt idő próbálni. Most egy pici reklámot azért engedjék meg, hogy hat tegyek, ugyanis a ötlet ajánlás egy Prayer két világkönyv című könyvet sorsolnék ki a megfejtők között. A 72-es körzet 238-888-as telefonszámra várom a megfejtéseket, vagy pedig hát a 0620-515-5301-es telefonszámra kérem az SMS-t. Ha több megfejtés érkezik, akkor kisorsolom, ha csak egy, akkor hát értelemszerűen ő lesz a könyv. A szerzőre és a mű címére is kíváncsi vagyok. Tehát akkor tartósák a helyükben. Legyen sötét! Aludjon el a pompa a tarkoló tavaszi fájlata. Te tarka kék, te fikeleti álom, borulj el a derengő félhomályon, mint hogyha jő a hangos alkonyat, s elszűr ki a fényes alkokat. A szellem óra ez. A néma csendben a fátlas istenő körünkbe repten. Fehér köpenybe húros, hosszú lanttal leszáll az éjbe lépegetve halkal, és hangot ut a rezgő lelkeken, félig csak álom, félig sejtelen. Halljátok-e, mint hogyha este tűznél magad barogva, álmodozva ülnél, és hallanád a szellők fuvoláit, míg a panasz dalos ütemre válik, s ajkadra redben egy szelíd mosoly, és dalt hallasz, pedig csak álmodol. Csak álmodol, s álmodban újra látod a tűnt szerelmet, a tűnt ifjúságot, hallod Schubert zenéjét, ezt a lírát, amin a válás fájó kínja sír át, s arcodba sajgó édes búfúval, sóhajba tördelt, fáradt hattyúdal. Halljátok-e? A nyugtalan húrokban valami kél, a hangszer összedobban, holt óriások örök szenvedélye, harsogva, sírva költözik beléje. Örök, derű, csapongó szenvedély, királyi nyugalom, Mozart beszél. S halljátok ott, hogy tornosul kavarva a lázadó hangok fogány viharja, strombiták kövér aranyló torkán, egekbe zengő Beethoveni orkán, az arcokon tűz, isteni harag, és az egész egy álom álma csak. Itt köd, ború, fenség, ezzel a lárma, norvég mezőn jégtömbök roppanása, és a sötétlő pompa csendben által egy véres szív dobog szomorú vágya. Halljátok-e, mint súg az éjszaka? Ez a ködön keselgő regdal. De csend, ne hangozzék még rezzeni se. Legyen ez a királyok érkezése, akik előtt érdeplő ágyatban hódol a nép, a porbarogyva halkan. Jön a zene, ébrednek a húrok, szegény Hermod. És én is elmondom. Szeretettel köszöntök mindenkit. Kezdésnek kedves barátnőm és alkotótársunk Sós Andrea egy versét hozta. Boldogság vagy álom? Ki nem találom? De egyre kutatom, mi ez az egész, mi átölel. Hagyom, hogy repítsen el, még távolabb, tán a csillagokig, vagy inkább csak idáig, pont, ahol most vagyok. Tegyen a földre, hogy ne szédüljek, hang nélkül kiáltsa, hogy szeretlek, és maradjon velem, ha már boldogság. Ha pedig álom, akkor se menj el tovább ez az érzés, hogy úgy ölel, és átfesti a napot. Rozsdabarnára a bánatot, tiszta kékre a könnyek sóját, égő vörösre a vér szavát. Napmeleg sárgára anyád mosolyát, roppanó zöldre mindent, ami fájt. Aranyra festi gyermekem lépteit, csillogó ezüstre kedvesen dalait. Boldogság,
hogy álom. Már nem kérdezem, csak hagyom, hogy itt legyen, hogy érintsem. Domokos Edit vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki így vagy úgy, de részese a műsorunknak. Somogyi Pál, Hegedűs István, mi van a fizetésben? A Ló utca 78-ban, ahol lakom, lepedést támadt a falban, az éjjeli szekrény és a komód között. Miután a lepedéseket nem én idéztem elő, az állam elküldött két szakmunkást egy állami vállalattól, hogy a lepedést a falban államköltségen kijavítsák. A két szakmunkás meg is érkezett és tüstént munkához látott. Könyves kalapáccsal végigkopogtatták a falat, s miután egy festmény is függött a falon, a falat a festmény csendéleten átkopogtatták meg, és emiatt a festményen átszakadt két alma és egy gyümölcsös tár. Kérdeztem, hogy miért nem vették le a képet a falról, mielőtt a falat kopogtatni kezdték, de azt mondták, hogy az nincsen nekik benne a fizetésükben, hogy ők képeket vegyenek le a falról, mert az nekik külön munka, amit nekik nem számolnak el. Megegyeztünk, hogy fizetek nekik 100 forintot, és ennek fejében, hogyha a falon kopogtatás közben egy festményhez érnek, akkor a festményt leveszik a falról, azután pedig ismét visszateszik a falra. Egy óra múlva bementem megnézni, hogy hol tartanak a munkával. Hát azt látom, hogy a tégla és vakolat törmeléket a kényes, világos kék húzatú franciágyomon keresztül hordják ki a szobából. Kérdeztem, hogy miért lépnek rá a franciágyra, és miért nem az ágy mellett járnak el. De azt mondták, hogy az nekik nincsen benne a fizetésükben, hogy ők kerülgessék a bútorokat. Őnekik csak az van megfizetve, hogy a legrövidebb úton közlekedjenek, és az ő útjuk légvonalban a francia ágyamon átvezet, sajnálják. Megegyeztünk, hogy 200 forintot fizetek nekik, és akkor külön munkában elvállalják, hogy nem az ágyamon keresztül, hanem mellette fogják a sittet elvinni, bár az egyikük megjegyezte, hogy nekik nem volna szabad külön munkát elvállalni, és ebből nekik még kellemetlenségük is lehet. Éppen el akartam menni, amikor az unokahúgom ilyetten felsikoltott, mert a két szakmunkás belépett a szobájába, ahol az unokahúgom éppen öltözködött. Kérdeztem tőlük, hogy miért nem kopogtattak, de azt mondták, hogy ő nekik csak az van a fizetésükben benne, hogy a falat kopogtassák, nem pedig az ajtót, de 20 forintért elvállalták, hogy ha ezután az unokahúgom szobáján akarnak átmenni, akkor előbb kopogtatni fognak az ajtón. Ezután gyorsan haladt a munka, csak egy alkalommal keresett meg az egyik szakmunkást, és a tenyerén hozott egy szöget. Mutatta, hogy ez a szög a falban volt, viszont ők csak a repedést tudják elszámolni, ezért a szögért egy 10-es járna neki. Odaadtam a 10-est, mert a szög csak ugyan nem volt felvéve a munkalapra, a saját szememmel láttam, hogy csak a repedés volt felvéve rá. 3 óra is elmúlt már, mire a repedést szépen feltárták, és egy nagy lyuk keletkezett a falon, amin keresztül a szomszéd 2 éves kisfia is átjött. Akkor a szakmunkások rögtön abba hagyták a munkát, és nyugtalanul összecsomagolták a holmiukat. Kérdeztem, hogy miért hagyták abba a munkát, de megmagyarázták, hogy azonnal tisztázniuk kell, hogy ez a nyílás az én lakásomon támadt el, vagy pedig a szomszéd lakás falán. Mert ha ez a lyuk a másik oldal felől nézve netán a szomszéd lakás falának minősül, akkor őket nem fizeti meg senki sem, mert ők az én lakásomra lettek irányítva. Ezért ezt tisztázniuk kell, mely esetben, ha szakértői szemlét is beütemeznek, a lyuk 2-3 hétig is elhúzódhat. Miután a lyuk engem is és a szomszédomat is nagyon elszomorította, tárgyalni kezdtünk a szakmunkásokkal, hogy ne hagyják abba a munkát. Végül is megegyeztünk velük, hogy a falat az én szobám felől a munkabérükből kijavítják, mi pedig a szomszéddal 400-400 forintot fizetünk nekik. Végre is nem kívánhatjuk meg a két szakmunkástól, hogy a lyuk másik oldala, amely nem volt a munkalapjukra felvéve, ingyen szűnjön meg. Talászné Horváth Mária vagyok. Esparanyák Ági derűs keserű szösszenetét hoztam. Azért ez... Már elnézést ott fel, de azért ez nem nagyon járja, hogy július havában, nyárban, sötétség borul a világra. Valami rosszul eshetett,
Haragszik ránk erősen az ég, hogy hamuszürkére festette már a üdén mosolykék színét. Vajon mi végre dúl fúj orról? Ki nem találjuk mi ezt soha? Miért tült ránk sűrű zápor? Velünk most miért oly mostoha? Kedvére tennék, bármit kérnek. Ég felé törnek kérő sóhajok, a naprát is átírom, ha kívánja, ha visszahozza a fénylő napot. Szürke felhőd rám most csúszságos nyelvet öltöget, de én derűben búban, vígan szomorúan, várom megváltó aranyöttödet. Köszönöm. Én már is sok szeretettel köszöntöm Bajusz József Tulat. Szervusz! Öregapám mondta, hogy vágjak közben, hogy ilyen időben még a kutyák se szabad kizavarni a házáról. És akkor mi mégis kizavartuk. Az én nagyanyám meg azt mondta, nem baj, hadd essen, csak a babám szeressen. Váci Mihály, te vagy. Előttem jársz a csúcsforgalom zűrzavarában, vissza-vissza ínsz. S bárhol csavargok, van egy telefon, belét fogódni, s hogy biztos megyünk. De szép is ez, már-már gyerekes katonásdi, szinte nyomkeresés. Versek után kószálok, s te vezetsz, mint távolról éneklő ízesés. Te vagy szemembe hunyt hajam, s minden esti csavargásom, s ha néha rásipol a rendőr az úttestem, ott is te vagy. Te nézel oly furcsán szememből, hogy nem köszönnek a barátok, és csak rám tekint, és már is hozza a konyakot szótlan a pincér. A csend tükör, s hiába nézem, nélküled nem látom már önmagam. Szép szomorúságod érett, egészen tökéletes lett, és hiánytalan. Ne hagyj magamra, félek. Félek attól, mi véled együtt élve múlt már, s még jobban attól, ami jönne te nélküled, ha más felé indulnál. Egyszerre kétfelől rohan rám a büntető idő, s a véled átsírt győzelem, s a nélküled rideg jövő. Még vissza-vissza tér könyörgő fájdalmakkal kulcsolva szívemet, a múltból sírva, s a jövőből, mi nem lehetett, s ami nem lehet. A magányosra egyenetlen nehezül rá minden teher, s eltorzul, mint a féloldalt járt cipő, mit nyomorék visel. Lehajtott fejű rózsák nyílnak, amerre járok, arcaid. Kettőnket összekötve ível fájdalmam, s emel, mint a híd. Nem közéleti bánatomnak sóvár jeleit, hová véssem. Belül kiuntam. Hogy ragyogjak e homlokzati tündöklésben? Még egy verset mondanék el, amit Július 1-re írtam a Szemelvász napra. Tudod címe a versnek, hogy kéz a kézben. Kéz a kézben haladjunk tovább, csak így ér célba e forgó világ. Megfáradt beteg ember néha lemarad. Fordíts felé szerető arcodat. Tedd ezt mindig, játszik könnyedén, nem maradsz egyedül e föltekén. Gondolataidat fond szép csokorba, szeretet legyen a mozgató rugója. Állj a sor élére, te magad,
Ne várd meg, míg társad noszogat. Segítsen minket az együtt gondolkodás, hegyeket mozdít meg az összefogás. Váltsuk valóra egy csodás célt, tegyük meg mindent a betegért. Ne adjuk fel soha a végső reményt, adja rá áldását a magasságosért. Egy olyan D. nagy mászlóvers. Töltsünk új éneket. Az egész világot szeretem benned, mert a mindenség kivonata vagy. De benne romlodból, kérlek, ne adj ennem, hadd veszem magától a csírátlan mag. Tiszta mű, ha vérzik, nem beszél róla, erőfoganáshoz önként távozik. Átkozni sejtjét esztelenség volna, félszemros, kalásszám úgysem változik. Segíts, hogy együtt szeressünk mindent, feltétel nélkül, szívvel észhelyett, fokozva a jót, mely életet serken, közös dalokhoz költsünk új éneket. Melegségektől így tojások kelnek. Elején bár megzavarosodik mind, majd felszív mindent a támadó élet, vagy az áldatlanság bűze júráskodik. Madár ösztöne kilöki az ápot, ember viszont kelti tovább hasztalan, míg bent háromló létereje elfogy, csak kiüresedett fényes héj marad. Istennek örök szerelmére kérlek, teljesen hirdes, ne rész igazságokat. Mit ér, ha harccal nagyjá lesz egy nemzet, s üres önmagán csak vészharangot konga? Vagy mit ér, ha észtől vezetve győzze árnyékból emelt nagy akadályokat, de mégis sötétben, szívében, álmában láthat csak világosságokat? Az egész világot szeretem benned, mert a mindenség kivonata vagy, de benne romlodból kérlek, ne adj ennem, hadd veszem magától a csírátlannak. Segíts, hogy együtt szeressünk minden, feltétel nélkül, szívvel észhelyett, fokozva a jót, mely életet serken, közös dalokhoz költsünk új éneket. Köszönöm. Juhász Magda, gyújtsatok tüzet! Lopogjanak a tüzek az éjszakában, világítsák meg az utat, melyet a sok földi vándor évszázadok fogtak utat. Míg van a szívünkben láng, ne hújjunk ránk a sötétség, rázzuk le magunkról undorodva a gonosz ránk vetett bilincsét. Legyünk az utolsó tűzgyújtók, sok apró tűz kell, hogy égjen, ránk vette minden ármányt, fohászunk az égig érje. Hogy maradjon meg nekünk a föld, a jó pásztor adta a domány, gyújtsatok tüzet az éjszakában, és szálljon égig a pohász. Tárnok Mihály. Hangulatváltozás. Oly morózus ma a kedvem, mint a borús eszement nap. Nem búcsúzom. Fogom magam, utána csak kabát. Mint zönge húra citerán, súg a szél az ablakrésen, indulok már, jól van, jól van. Nem vagyok még egész készen. Csalogat a vadult idő, a szél, bolond, de jó. Kisüt a nap, felhő szalad, szép lelkedből árad a szó. Egy napccal több van arcomon, süvít a szél, roppan az ág, hajlik, susong, egymást tartva, zöld tömegként hajlik a láb. Kajlakala, sutty a tóba, csónakázik, bucskáz, nevet, támad a szél, beledőlök, szinte tépi az ingemet. Végre vége, elül, megáll, mert a nagyúr is unja már, szelíd békét küld a földre,
virágranyba fürdik a nyár. Itt az utam, dacom vége, hazamegyek kalaptalan, kávé illat mosoly mézzel, jól érzem végre magam. A Judit felkészül, addig ez a virágzatás. Addig sok szép vers hatására, amelyet az időjárásról beszéltünk, gyönyörű szépen kezd a kék ég felsejleni, úgyhogy bátorítalak benneteket, hogy tovább folytassátok ezt a szép verselést, és mire vége lesz a címkének, napsütésben mehettek haza. Nem győzhet, ez egy saját verse. Nem győzhet le soha ártóna magány. Andalító képzelgésekbe bújok, s lágyan ringatózom vágyak hálóján, míg álmaim kék tengerébe fúlok. Az úcska biztonság adta a lány, hisz másnak csak lélekvesztő, mondózok. Mégis átsegít az élet viharán, a ti hullámok rajtam tornyosultak. Bennem élsz, számomra végtelen öröm megtapasztalni óvú menedéket. Az esti szellőben borzong a bőröm, s áhítozom a kezed melegére. Minden érintést mélyrevésre őrzök, folyton várva szívem szép szerelmére. Következő versem a barátnőm kedvence, neki küldöm. Tomokos Edit, az én imám. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekbe? Sokszor gondolkodom a templomba mennyekbe. Csodáljam az oltárt, a templom pompáját, mit emberek alkottak, hogy a te léped imádják. Szenteltessék meg a te neved. Hisz büszkék lehetünk rád, és hálásak neked, hogy éltél, stán élsz bűnünket elvéve, de sok a háládatlan. Köszönet nincs érte. Jöjjön el a te országod. Öröm töltsön el, ha meglátod, hogy gazdag a szegénynek, ad majd boldogságot, hogy megváltja a jóság egyszer a világot. Legyen meg a te akaratod. De gondolom, te azt nem akarhatod, hogy a rosszak mellett a jó is pusztuljon, hogy világunk egésze porba omoljon. Miképpen a mennyben, azonképpen itt a földön is. Béke legyen veled, no és velünk is, hisz békétlenségben pusztulnak a lelkek. Harcba és halálba anyák nem szülhetnek. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És jusson mellé hús is, meg egy kis alma, hogy erősödjön végre az egészség hatalma, s szűnjön meg végleg az éhezés fogalma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, és szelíd jellel az embert arra incsed, hogy igyekezzék mindig egyre jobbá válni, s ettől ne térjen el, következzék bármi. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek, de vannak határok is, ehhez add erőnket, hogy a vétkezők lelke ismét megtisztuljon, s ezután általad bocsánathoz jusson. És ne vigy minket a kísértésbe, hisz bőven akad, ami az embert megkísértse, s akkor jöjj ismét, hogy bűnünk megbocsássad, s ne fogjon ki szépből, érted az alázat. De szabadíts meg a gonosztól, mert a gonosz mindenütt ott posztol, kaján szemmel vigyorog már nekünk, éberen várva, hogy elvigye a lelkünk. Mert tiéd az ország, a hatalom, a dicsőség. Legyen hát miénk a jóság és a bőség, és ne mondja már nekünk senki, hogy áll nem. Mi atyánk az égben, mondd rá, hogy áll nem.
hivatalral kezdtem, most Kánikulával folytatnám. Herbát István András, Kánikula. Búvik fel a nap, kúszik fel az égre, már csak egy pillanat és oda is ér. Hely, szép mosolya, víz nem sok jót ígér, de is fogadj rá, se tétre, se helyre. Messze sugárzó, nyugtalan vadbért, se mely nem ad kegyelmet, bárki is hogy kér. S halka mormorva csendes imád regél, hogy Isten nevében irgalmát kérje. Megkedvelni egyszer alig sikerül. Nincs hiányérzet ilyen napok során, mert öröm az éjjel, ha hűvös terül. Mégis nem újjon nap nélküles után, hogy vizsgálat legyen, hová kerül fénye tüze az időt múlt alattán. Köszönöm. Bajusz József vagyok. Én az első világháborúnak a századik évfordulója van, és 40 évvel ezelőtt írt versen, mert emlékeznék meg erről a évfordulóról, tehát az első világháborúról. Tudni, itt nagyapám, öregapám, apai nagyapám, az olasz fronton meg is sebesült, és ennek az emléke van itt leírva. Tudni, hogy ő mikor egyedül maradt, mert én Makó mellől származom, nagyanyám meghalt, meg azt is el kell mondanom, tulajdonképpen ők nekem a nevelőim voltak, mert édesanyám fiatalon meghalt tüdőbajba, úgyhogy nagyon közel állnak hozzám. Ő mikor egyedül maradt, akkor eljött ide, és még 3-4 évig itt élt nálunk, itt halt meg. Itt lett eltemetve a pécsi temetőbe. Őket is képviselte. Amíg öregapám sírjáig eljutok a pécsi temető másik szélére, első világháborús katona sírok közt vezet az utam. Fegyelmezetten sorakoznak az út két oldalán, szakaszokat, századokat alkotnak itt is. Bemegyek gondozatlan sírjaik közé, a fejfák feliratait vallatom. Megkopott nevekkel, évszámokkal válaszolnak. Hamar elmentek, fiatalon elvitte őket a háború. Egykorúak voltak öregapámmal. Ő is csak a véletlennek köszönhette, hogy nem került ide közéjük. Csuklóját érte a lövés az olasz fronton, amikor, mint konyhakocsis, lovait kötőféken vezetve vitte a menázsit a vonalba. Sokszor elmesélte, s viccesen így ütötte el a végét. Nem jól célzott az a kutya bigó. Nem jól célzott. Neki nem kellett ide sorakozni, elengedte a sors hosszú útjára. Még végig gyalogolni egy új rendszert, majd egy még újabb rendszerbe ugyanannyi évet. Micsoda energiával, micsoda reménnyel jött végig. Nem az örökös ígérgetések, hazudozások hozták idáig, azokra oda se figyelt, hanem a hite, az örökölt ösztönös paraszti hite, amit már mióta kihasználnak, mióta megaláznak, az értük mindent megtevő, melveregető, hit és hazaszeretet nélküli szélhámosok. Nem volt elég ez a hosszú élet sem ahhoz, hogy kievezhessen a partra, amit a sors mindig messze tartott tőle. Itt kísértik utolsó útjára a régi bajtársak sírjai közt, fejfáikkal tisztelegtek neki. Őket is képviselve harcolta, küzdötte végig egész életét. Köszönöm. Lilion Hónikaja, a fekete anya álma.
A fekete anya fiacskáját ringatja, s fekete fejében, fekete hajú fejében ragyogó álmokat őriz. A fekete anya elaltatja fiacskáját, s közben elfelejti, hogy a kukorica magja elszáradt a földben, s holnap nem lesz mit ennünk. Az anya arról a derűs világról álmodik, amikor a fia iskolába járhat, iskolába, s végre kinyílik az emberek szeme, hogy megismerjék a világot. A fekete anya fiacskáját ringatja, s elfelejti fekete testvéreit, kik a palotákat és gyárakat építik, s vérük cementjével vakolják. Az anya arról a napsütött világról álmodik, ahol az ő fia a szabad emberek széles útján juthat előre. A fekete anya fiacskáját ringatja, s elfelejti a széles határfolyókat, meg a korbácsot is, amely a rabok húsába hasít. Az anya arról a derűs világról álmodik, ahol az ő fia szabad emberek szabadkonában szabadon élhet. A fekete anya elaltatja fiacskáját, s a gyermek álmában hallja anyja hangját. Ajka kinyílik, mintha mondani akarna valamit. Lesütött pillái alól egy kölcsebb csordul nesztelenül zsenge sötét orcáira. S az anya mosolyog. A verőfényes világról álmodik, arról a derűs világról, amelyben a fiacskája emberi életet élhet. Franó Zoltán fordítása. Dénagy László, a vágtató szélhez. Hozzád szólok, te zúgva bömbölő, vízszintes halott erő. Te hullámokat dobáló vadőrület, hozzád, kiben nincs könyörület. Ki föld hátáról levet halott sorsokat, s buzgalmában sokszor hullámsírva élőt is temet. Állj el, vagy csillapodj, hisz már elég iszak úszik a tóvízén. Hagyd tisztulni a lelkeket. Légy ezentúl lágyan simogató, vagy almásból ébresztő, csókolgató, friss, lágy tavaszi szellő. Vagy légy szerelmet hívogató, májusi virágillatú kikelet, és otthon a napfény táncol a vizen, szerelmes fülekbe susog kedveset. Sós Andrea, a nyatka, ufóka szuszóka. Mese fölnőtteknek. Szuszóka, a kedves fóka, mondhatnám cseppet pufóka, de nem mondom egy szóval sem, mert megsértődik rémségesen. Az történt reggel, pont ma, hogy fogyok urázni kezdett szuszóka, mert dőrén azt hitte a drága, hogy így mehet majd csak a bálba. Ott aztán felkérik majd táncra, és kiderülhet, ki lesz a párja. Nem is akart egyebet, ezért nem evett kenyeret. Meg halad sem sokat, csak annyit, hogy tele legyen a pocak. Aztán délben megmérte magát szuszóka, majd fejcsóválva mondta, nem értem, mi lehet az oka, hogy egy dekát sem fogytam. Majd sarkon fordult nyomban, és a boltba sietett venni egy új mérleget. Hisz azt gondolta, abban van a hiba, azért van ez a galiba. S ha már ott volt, nem lustálkodott. A kosarába gyűjtött pár finom falatot. Csoki, cukrot, s még néhány vacakot, csak hogy felviduljon csöppet, de kenyeret. Nos, kenyeret azt nem lett. Boldogan baktatott haza, s közben érezte, milyen laza. Nem is értette másik, miért nyűgösek akkor, akkor fogyókúrát kezdenek, hiszen nem is nehéz feladat. S pont ekkor nekiszaladt egy ismeretlen fiúfóka, aki szintén, csak súgva mondom,
egy cseppet pufóka. Bocsánatot kérek, retekte azt pirulva, mélyen szép a szeme, folytatta vidulva. Zavarában szuszóka, figyetlenül vigyorgott, erre bátrabb lett a másik, s belefogott. Dicsérni gyönyörű formáját, kecses mozgását, rendes pilláját. A folytatást rábízom, kedves olvasó, azonban ugye könnyen belátható, hogy a fogyók ura hasznos tevékenység. De enne fogyjon a gyötrő kétség, ha nem mozdul a mérlenyelve, pufókán is megtalálhat életet szerelme. Szilveszter Anita. Kék virág. Belőlem születtél, kertek vadvirága, kék szirmodon villan a csalóka napfény. Zizzel rajtad a szél, szálhó felhő árnya, ahogy lágy testedet csillan a harmadén. Könnyekből a cseppek, fájdalom a színet, érzelmek göngyeit hozza a pillanat. Mesztelen lelkemen szép békéd az ihlet, koszorúba fonva ébrednek a szavak. Szívbe zárt rejtelem, szabadon kiárad, nincs többé félelem se múló tegnapok. Távoli a holnap, éljünk most a mának, zsongító illatot örökre itt hagyod. Mi az élet vajon? Percek rohanása? Tűnő időbe zárt sóvárgott üdvösség? Költészet szelleme, végtelenség vágya, versem kékvirága a mindenség ölé. Tóth Árpád, állatosan. Hát rossz vagyok. Szótlan, borús, hideg. Bocsáss meg érte. Hisz ha tudnám, a világ minden fényét s melegét szórva adnám. Kastélyokat, pálmákat, táncokat, ibolyákkal a téli riviérát, vagy legalább egy-egy dús, összebújt boldog órát. De most olyan egész. Most egy sugarat se tudok hazudni, selepni. Vergődő és fétlen harcokon el kell kopni. Az Antikrisztus napjai ezek. Csillog a világ szörnyű aranyszennye. Röhögő senkit, balkörmű gazok szállnak mennybe. S én lent vergődöm. És nem tudja más, hogy csöndebb éjjén milyen jajuk égnek. De légy türelmes. Jön még ideje szebb szeléknek. Csak légy türelmes. Maradj, míg lehet. Váró réven, virágos menedéken. Most állarc van rajtam. Zolt, és hideg, de lepétem. Vagy szelíden, még elfutja a könny, öletbe hajló arcomról lemállik. S te ringadsz. Ringadsz jót érte ide, mint halálig. Tomokos Edith, búcsú. Bezárom magam koponyám mélyébe. Szemhéjam nehéz redőnként zárul. Elveszek az éj síralom mélyébe, zuhanok, alapban a mélység csak tágul. Csukott szemem mögül könyvpatak kúszik. Áztatja rezzenetlen, fagyos arcomat. Lelkem zihál, míg meg nem nyugszik. Öklöm szorítva vívom harcomat. Urgon az endülöcár templom csendjébe. Feltépi éltem sok üszkös sebét. Bánt a fény, aztán lassan a végére magamba szívom az égi zenét. Pompás oszlopok, istenes képek, a templomi szféra nyugalmat olt. Itt megszűnnek mind a zavaró tények, s hiszem a bánatról, az már csak volt.
kilépni félek a szívtelen világba, hol jótett helyébe bántást kapok. Maradnék talán örökre bezárva, és őriznének békén néma angyalok. De harcolni kell, mert harc ez az élet. Küzdeni végig, még szíven dobog. Nem szeretsz? Utadra engedlek téged, arcomon mosoly, csak lelkem zopog. Szabóné Gita, az unokám kedvenc meséje. Ha megnövök és nagy leszek, feleségül veszlek. Majd egy piros autóm lesz, és abba beleteszlek. A babádat is elkérem, nem kell majd cipelni. Be fogom majd azt is az autómba tenni. Elmegyünk a vidám parkba, ott fogunk majd adni. Tudod, ahol olyan finom fagyit lehet kapni. Milyen lesz ott minden játék, mindent kipróbálunk. Ha az egyikből kijövünk, a másikba beszállunk. Estére majd hazamegyünk, itt mindent bezárnak. Sietni kell, apa, anya biztosan már várnak. Megfogja a kicsi kezét Peti emesének, hazamennek, és így vége ennek a mesének. Köszönöm szépen! Én már említettem, hogy Patacsi Szőlőhegyen van szövőm, több mint 44 éve mondhatnám azt, hogy szőlős gazdag vagyok, és ilyen amatőr borokat tudok produkálni, amit majd, aki díjazza a boromat, kóstolj. Mondom, ez is csak amatőr, mint ahogy a verseim. Na most ez az írásom is részbe kapcsolódik, de ehhez. Ő értük a magam nevében is. Különben ezek szabad versek, amiket olvasok föl, nincsenek benne rímek, úgyhogy jöttek ezek a gondolatok, és inkább ennek a mondani valója, meg a tartalmában a hangsúly. Ezt csak az előbbinél már még nem mondtam el. Ő értük a magam nevében is. Legalább ennek a néhány szőlőhegyi őrültnek, akiket még dolgos emberek szültek, és szüleik szorgalmát örökölve, kezeiket szorítva ökölve, próbálják megmenteni a pusztuló értéket, amit az új idők szele tépked, s ma holnap teljesen tönkretesz. Legalább ezeknek adjatok valami biztató támogatást, ne csak szépen hangzó ígéretet, ami valahol mindig megreked. Amíg mi küzdünk itt lent, nem takadva meg szüleinket, addig vérszívóink, a tetvek a magaslati háttérből védelmet élvezve rajtunk jót nevetnek, miközben milliókat vágnak zsebre. Köszönöm szépen. Különben ez rosszul mondtam, mert ebben vannak rémek, ez nem teljesen szabad. Köszönöm. Konstantin Szimonov, válj rám! Válj rám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon. Válj rám, ha sárga köd, őszi bújanyom. Várj, ha havat hord a szél, várj, ha tűz a nap. Várj, ha nem is jön levél innen, néha nap. Várj, ha nem vár senki ott haza, senki már. S ha nógat is bárki, hogy nem kell várni már. Várj rám, és én megjövök. Fordulj daccal el, ha áltatják ösztönöt, hogy feledni kell. Ha lemondtak rólam már apám, s lányom is, s jó barát már egy se vár, szinte látom is. Borral busul a pohár, s könnyetelt szemük rám gondolva. De te várj, s ne idd el velük.
Várj rám, ó, átkelek minden vészen én, aki nem várt, rám nevet, szerencsés legény. Nem tudhatja senki sem, te meg én csupán, hogy te jártál ott velem öldöklő csatán, s te mentettél meg, de hogy? Egyszerű titok, várni tudtál rám, ahogy senki sem tudott. Még egy verset olvasnék, az a címe, hogy Fohász az új világhoz. Meddig tart a világon való lét, kegyelem ideje lejárt már vég. Hol van az a végső türelem határ, amikor mindennek vége már? Meddig feszítheted a lét húrjait, szőnyeg alá söpölve égő kínjait? Recseg, ropog a széteső világ, felejti egykori aranyfénykorát. Épüljön fel velünk egy új világ, segítse mindenki embertársát. Mindig megtalálod a jó irányt, ha hallod szíved szent szavát. Most jön kitisztelt az idő, lenne egy vers, aminek az a címe, hogy Vihar után, ismét Dénai László írta. Oszlik a felhő, s tisztul már az ég. Sok letépett lombot elsöpri a szél. Feltűnik a nap, és szikkad a sár, s látni, amint éled, a vihar vertet áll. Levegő most tisztább, és zöldebb a fű. A gyermekek arcán is friss ad elő. Szabadban a játék, újra vidám, gurul már a labda, s az ugró kötél jár. Nagy Gabriella, Blue, Szegeden ünnepli ma a születésnapját, és az ő versét szeretném elmondani. Ez az egyik kedvenc versem tőle. Ősztél, ez a címe. Mint már annyiszor mondtam neked, szeretem az őszt, a telet, azt, ahogy az avar zizzen napsütötte fák gyűrűjében. Mint már annyiszor mondtam neked, csodaszép a havas liget, mikor kristálycsillag hull az ágra, már nem gondol senki a nyárra. Mint már annyiszor mondtam neked, az ősz illata pajkosan nevet, a szél apró táncot jár a fűben, esőcse csillag fák sűrűjében. És közben érkeznek a kívánságok is. A 0625153-01-es telefonszámba érkezett egy SMS. Hajnalka kéri szerelmének József Attila áldalak húval, vigalommal című versét. Fogadja nagy szeretettel. Áldalak húval, vigalommal, féltelek szeretni valommal. Őrizlek kérő tenyerekkel, a búzaföldekkel, fellegekkel. Topogásod a muzsikás romlás, falam ellene örök romlás. Düledék árnyán ringatózom, leheletette burkolózom. Mindegy, szeretsz-e, nem szeretsz-e, szívemhez szívvel keveredsz-e, látlak, hallak, s énekellek, Istennek tégedet felellek. Hajnalban nyújtózik az erdő, ezer ölelő karja megnő. Az égről a fényt leszakítja, szerelmes szívére borítja. Ismét egy saját vers. Szánszegettem. Bensőben izzon fájdalom burjánzik, bár a külső kép még valamit mutat. Túl közel repülve a naphoz csábít, kis viaszárnyak olvadva. A lélek megremeg, szerfelet fázik,
ördögi gondolat fejekben kutat. Mi lesz, ha elharmad a kismadár is, és nem lesz többé mámoros gondolat? A harcainkat megbírni bizalom, kőszikla akarat és kitartás kell. Anélkül nem jön a megváltó irgalom. Az élet napra nap új próbára tesz, s a remények, mint a hulló csillagok, szárnak alá zuhanó repülésbe. Somogyi Pál Hegedűs István, éttermi katasztrófa. Evidelmi nem mentem Kelemennel egy étterembe, és éppen az étlapot tanulmányoztuk, midőn Kelemen falfehér lett és görcsösen megkapasztolott az asztalterítőben. Ujjai közül kihullott az étlap. Menjünk ki! Suttogta. Még nem vett észre. Kicsoda? Kérdeztem tőle, miközben felsegítettem, mert a lába is remegett Kelemennek, és a homlokában verejték cseppek ültek. De egyszerre visszahullott a székre, és a torkában rekedt hang tört ki. Már késő, mondta. Már észrevett? Talán nem az ő asztala vagyunk. A pincértől rémültél meg ennyire? Kérdeztem meglepődve, és Kelemen bólintott. 10 éve ismerjük egymást, válaszolta sebesen. A legjobb barátság van közöttünk, a legfigyelmesebb. Nem értem, akartam éppen mondani, midőn a pincér megállt az asztalon fölött. Van szerencsém, mondta derűsen, és Kelemenre hunyorított. Ebédelnek az urak? Kelemen arcszíne még fakóbb lett. Igen, mondta óvatosan, illetve megnézném, hogy mi van. Majd én hozok valamit, szólt biztonsággal a pincér, és elindult, de Kelemen visszarántotta. Józsikám! Zihált könyörgőn. Mit akar hozni? Tessék csak rám bízni, hogy én mit hozok, mondta könnyedén a Józsi, és lefejtette magáról Kelemen ujjait, aki erre görcsösen átölelte a pincér derekát, és magához szorította, mint gyermek az édesapját. Mit akar hozni? Mondja meg, mit akar hozni? Kiáltotta esente Kelemen. 2 csemeges sertéskarajt hozok. Ilyen lesz. Állít el Józsi a titkát, és egy csókot dobott a konyha irányába. Kelemen a pincér felé fordította elgyötört arcát. Pirított máj? Suttogta kérdőn, vágytól égő szájjal, de Józsi közönösen nézett maga elé. Pirított májat nem hozok, mondta halkan. Csemeges sertéskarajt hozok. Tessék csak rám bízni. Megpróbáltam Kelemen segítségére sietni. Felemeltem a hangon, és így szóltam. Magam is inkább valami más tennék, mint csemeges sertéskarajt. A pincér a leghűvösebb udvariassággal tekintett rám. Önnek azt hozok, uram, amit rendel, felelte. De a barátjának, az én vendégemnek én egy csemeges sertéskarajt hozok, mondta. És meleg szeretettel nézett Kelemenre, akinek könnyben lábadt a szeme. Nagyon szeretem a pirított sertésmájat, suttogta maga elé Kelemen. Úgy szeretnék pirított sertésmájat enni. És ujjaival megsimogatta az étlapon szereplő pirított sertésmájat. Józsi tapintatosan állt fölöttünk. Idei kovászos uborkát hozok majd, szólt végre, hogy megtörje a csendet. Kelemen kezébe temette az arcát, közel hajoltam hozzá, hogy megértsem, mit suttog. Azután ujjaimmal intettem a pincérnek, hogy hajoljon közelebb, és Kelemenre mutatva halkan mondtam neki. Azt suttogja, tejfölös uborkasalátát szeretné enni. Józsi hátrahőkölt, és megdöbbenten nézett maga elé. Majd gyengéden, részvéttel megsimogatta Kelemen haját, és eltűnt a konyha felé. Csemeges sertéskarajokat ebédeltünk idei kovászos uborkával. Szabóné Gitta, kérlek, melegíts!
Melegíts, mert fázom, hideg már az este. Takarom, felhajtom lényedet keresve. Biztatlak, találd meg esténként az ágyam, duruzsolj fülembe bozongató lágyam. Szikráidat szórjad lángoló varással, izzó szenvedéllyel, égető varással. Hozzád bújok akkor, ölelem a tested, halovány arcomat rózsaszínre fested. Levetem ruhámat, te vagy már a mágiám. Melegedre vágyom, csodás cserépkályhám. Köszönöm. Nem tudom én továbbra ezekből a költözőből szabad verseimből olvasnák föl. Bolondozó versek ezek. Sajnálom, hogy a Solymosi Franciska nincs itt. Ő nagyra értékelte mindig az én bolondozó verseimet. Lapáttal való kapálás. Feltaláltam a lapáttal való kapálást. Véletlennek köszönhető az egész, mint általában a feltalálások többsége. Kora tavasz volt még, lugas művelési szöllőmben az elkódlat oszlopokat cseréltem ki, s ehhez a feladathoz az új oszlopok leállítása után a gödör betemetésekor lapátot használ az ember. A sorok közt járkálva, lapáttal a kézbe, csak úgy játszadozásiból, meg a nagyobb gazok bosszantása miatt elkezdtem tolni magam előtt a lapátot, célba véve a gazbokrok töveit. Különösen a tyúkhúr idegesített, olyan korán s olyan nagyra meg tud nőni. Azon vettem magam észre, hogy nem is a fő feladatra koncentrálok, hanem a gaz írtom lapáttal. És már nem csak a bokrosabjait, hanem a kiszemelt sort teljesen megtisztítom. Hamar rájöttem arra, ez nem játék, ez egy komoly dolog. Sokkal könnyebb, sokkal haladósabb, mint ha kapával csinálnám. Más izmok vevődnek igénybe. Lábbal is be lehet segíteni, a lapát nyelét combhoz támasztva. Sorolhatnám még az előnyeit. Fel lehet fordítani a gazcsomót, földet lehet dobni a gödrös részekre, a lugas dótja alatt átnyúlva a tőkék környékét könnyebb kipucolni, és ami nagyon fontos, nem sérthetem meg úgy a fiatal tőkéket, mint sok esetben a kapával. Na, legyen ez még tovább. Hogy én erre 22 év alatt, amióta szőlős gazda vagyok, nem jöttem rá. Örömömben szomszédainak is eldicsekedtem ezzel a nagyszerű találmányommal. Volt, aki láttam, nem is érti, miről van szó. Volt, aki meghallgatva eléggé furcsán nézett rám. Volt, aki elismeréssel méltatott. És volt, aki azt mondta, ő már régóta csinálja ezt. Ez utóbbi lepett meg a legjobban. És sürgetett abéli elhatározásomban, hogy ezt a csodálatos találmányt minél előbb eljuttassam a találmányi hivatalhoz, amit más megelőzne. Természetesen komoly szakdolgozat formájában, talán képekkel is illusztrálva. Ez népgazdasági érdek ebben a kapálni nem szerető világban. Meggyőződésem, hogy segítségére lennék sorstársaimnak ezen keresztül az egyre jobban gazdasodó szőlőhegyeknek, beadni a találmányi hivatalnak. Igen ám, de kinek a kezébe kerülne? Biztosan még ott is a régi rendhívei ülnek, a korumpálódott kommunisták, akik évekig, évtizedekig elfektették a találmányokat, akik csak kerékkötői voltak az ország fejlődésének. Mit várhatok én ezektől? Idegesítsem magamat.
Később ezt is átgondolva, úgy döntöttem, nem megyek én sehova se. Megtartom magamnak ezt az egyetlen, nagyszerű, csodálatos találmányomat. Köszönöm szépen. Megtartod? Megtartod magad? Nem. Oké. Várnagy Zseni, katona fiamnak. Én magzatom, szép katona fiam, szíve vérével ír neked anyád. Mióta a császár kenyerét eszed, vörösre fordult itthon a világ. Most készülünk a döntő nagy csatára, s ti lesztek ellenünk majd a sereg. Ha ráúszítnak önök véreidre, ne lőj, fiam, mert én is ott leszek. Az anyaföldnek most zsendül a méhe, már lesi a munkás szolgahadat, hogy szűz ölébe termő magot hintsen, várja az erőt, mely életet ad. Most megmérjük irdatlan nagy erőnket, s nem ringatnak majd kalászt a szelek. Termőföld lesz a mi lázadásunk. Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek. Fiam, ez öreg reszkető sorokban én sírok, ki méhemben hordtalak, ki egyétettem órát, napot, éjet, hogy etesselek, hogy dajkáljalak. Hús a húsomból, vér a véremből, hogy emelhetnél te akkor kezed, ha én zokogom, sikoltam felét, ne lőj, fiam, mert én is ott leszek. A Krisztusunk vagy, a mi messiásunk, a reménységünk, mindenünk, az élet. Te döntöd el most a mi nagy sorunk, és te felzúdult bús, a te felzúdult bús rabszolga véred. Borítson el a forradalmi mámor, ha ömpölyög a lázadó sereg, mint felkorbácsolt zúgó tengerár. Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek. Most még csak háborog az óceán, s a kevés hajót már tépi, dobálja. Mi lesz, ha majd ősi medréből kitör, ha urrá lesz a tenger akarása? Mi lesz, ha minden katonafiú szülő anyjától kap egy levelet, mely lázít, gyújt, vérbe borít? Ne lőj, fiam, mert én is ott leszek. Találtam egy érdekes verset, Berlincs Gizitől. Modern érzelem. Valahányszor a csepp szobában, ha nékem ül a léket fele, valahol a szívem lassú dobbanása, nekilódós versenyfutásnak ered. Felforva zubog bennem a vér. Kitágult erekben lüktet rohanása, vér csejmelyben csobban egy-egy megbotlása. Tempót mégsem várt, tovább rohan, feszül az ideg görcsös izmaimban. Csak fut-fut, célba sosem ér. Ám az agy tekervényes útjaira térve lassul, fáradni kezd már a futó lépte. Majd megértve követi intő óvaját, csendesen lépkedve ballag tovább. S a langyulóban a forró vér. És most az agy gondolatra késztet, mert nem értem meg ezt az egészet. Hogy lehet, hogy így közel vagy hozzám? Nikkemmel, mintha nikkedet fognám. Nyilával összeköt bennünket az egér. Elmélázva nézem, vajon mit tehetnék? Bárcsak hozzád, és így közel lehetnék. Kattintsak rád, s írjak üzenetet. És ha válaszolsz, mit mondjak neked? Izzadt tenyeremben mozdul az egér. Tétován körözök, hol lejjebb, hol feljebb. Majd lapozok a nikkeken, mindig egyre beljebb. Nincs elég bátorságom megnyomni a klikket. Így lassan eltűnik nikkemmel a nikke, s a csetet kattanva bezárja az egér. Két rövid verset mondanék. Az egyik moccanótól, talán tűz vagyok. Talán tűz vagyok, kioldhatatlan, égek könnyedén, s láthatatlan. Talán lesz szerencsé, picit több, s túlélem, ha megjósolt tűzözött. Talán színe vagyok,
vagy te a fű? Köptetőnek a legjobb ikledű, talán meglát az Isten, és hordoz tenyerén, hogy ami jó volt, még egyszer újra élje. Talán barack vagyok, csak egy szem a fán, mit a vak vesz észre egyszer igazán, talán csontszörök, ha besütítedik, s a tolvai velem kell birokra megint, talán virág vagyok, rózsaszínű, vad, s még élek, el nem hullathatom szirmomat. Talán van levél, vagy csak egy rügy, akkorára növök, mint az a bükk, talán az vagyok, ami kell, s a föld mégsem ünnepel. De megelégszem mégis, hogy rám virrad az ég is. A másik Góth László vendég. Ajtót nekem ne tárj, nem kell megnyitni sem, nem kell, hogy várva vár, váratva érkezel. Láttam, hogy félsz kicsit, agyad még mást akar, tőle nem védd meg itt, tölgy ajtó, téglafal. Szivárgok hangtalan a titkos réseken, beléd fúrom magam, elnyomsz majd kélyesen. Páratlan hajnalon váratlan érkezem, rám ismertél, tudom. A nevem Érzelem. És ismét egy kívánság, Fekete Erzsébet törzs tanú kéri József Attilától ezt a verset, csak úgy maga örömére. József Attila, ülünk egymás mellett. Ülünk egymás mellett a padon. Ülünk egymás mellett némán, hallgatagon. Ő nem szól hozzám, s én se szólok néki. Miért kell a csüggetnek búsának mégis élni? Nem szólok hozzá, bár tudom, hogy szerelme. Hallgatok mellette, bár tudom, a lelke szerelme csupán értem ég. És azt is tudom, hogy meg fog sivatni még. Horváth Géza, egy hétköznapi történet. Mit lehet tenni egy ilyen novemberi pénteki napon, mint a mai? Fogalmazódott meg a kérdés Éva fejében. Lehet például mosogatni, kitakarítani a lakást, elszarni a boltba, főzni a gyerekeknek, és persze a férjnek. Természetesen valami olyat, ami kedvére van mindenkinek. Éva ilyen dolgokon töpreng, miközben a takarítás mellett dönt, úgysem végzi el helyette senki. Milyen jó lenne inkább elmenni valahová, el a városból jó messzire, belülni az autóba, és lemenni például a Balatonra. Ó, Istenem, sóhajt fel. Talán majd egyszer. De a gondolat nem hagyja nyugodni gazdáját, tovább tekeredik benne. Mindig csak a legnagyobb forróságban voltak ott, lehetőleg június végén, vagy inkább júliusban. A férje és a gyerekek imádják a vizet. Sajnos neki fehér a bőre, ezért nem szívesen megy a napra. Helyette inkább olvas az árnyékban. Éva most gondolatban utazik. Látja a tavat, a napfelkeltét, a hajnali órákat, amikor kihalt a part, és csend uralja a tájat. Meg néha a sírályok víjogása, néhány éjszakai pecás vonul vissza otthonába, vagy kibérelt szálláshelyére, kezükben a felszerelésükkel. Éva mezitláb megy át a füves részen a partig, talpának még nyírkos, mégis élvezi, majd óvatosan beleereszkedik a vízbe. Ilyenkor még sokkal hűvösebb, de erőt vesz magán, hiszen ezekre a percekre várt tegnap óta.
kell egy kis idő, amíg a hideg okozta fájdalom megszűnik, majd csak a ritmikus levegővétel hallatszik, és a karcsapások keltette apró csorbanások. 30 perc nyugalom. 30 perc a napból, ami csak az övé. Aztán didergés a parton, gyors törölközés vissza a többiekhez, mert bizonyára felébredtek már és várják. Elképzeli azt is, amikor a gyerekek játszanak, imádnak a matracról beugrálni a délutáni langyos vízbe. Julival, a legidősebb lányával naplementek orszokot úszni. A fényképeken, amit férje készített, a két fej sziluettje látszik csak a fénnyel szemben, és a túlsó part sötét vonulata. Lassan elfogy a délelőtt. A takarítást már befejezte, az ebéd következik. De a tél is milyen szép lehet, ábrándozik tovább. Még soha nem látta valóságban a befagyott Balatont. Sajnálja, hogy nem tanult meg korcsolyázni, pedig néhányszor kiment a városligetbe, a jégre, de nem volt kitartása hozzá. A gyerekek szerencsére bátrabbak voltak és ügyesebbek. Bár még nincs elég hideg ahhoz, hogy befagyjon a tó, a hullámok hatalmasak lehetnek. Éván keserűség önti el. Milyen igazságtalan az élet. Szabadságon vagyok, és ahelyett, hogy lazítanék, akkor is csak a házi munkával töröm magam. Zoli bezzeg! Éjszakában nyúló üzleti vacsorák, több napos külföldi utak. Tavaly Belgiumban volt 4 napig, közben Orsinak meg eltörött a keze, orvoshoz kellett vinnem. Elhúzza a függönyt a konyhában, az autó ott áll a ház előtt. Férje nem állt be vele a garázsba, miután megtankolta előző este, mert autóval akart menni reggel a munkahelyére. De valamiért mégsem vitte el. Hirtelen elhatározásra jut. Utazó táskát keres. A legszükségesebb holmikat pakolja bele, és néhány meleget holmit. Már egy éve nem vezetett városon kívül, mindig csak a bevásárlóközpontig megy, esetleg az óvodáig, meg az iskoláig, és vissza, ha otthon marad az autó. Mindig a begyuporolt útvonalon halad. Elszánt, mint fiatal korában, amikor még az egyetemre járt, egymaga megindult vonattal a tenger felé. Mindenki le akarta beszélni, hogy veszélyes egyedül egy nőnek, de ő tántorítatlan maradt. Érdekes, hogy az embernek mennyire elfogy az önbizalma 3 gyerek után, ha folyton a férjére támaszkodik, és a fizetésére, meg az ötleteire, amikkel mindig késztények elé állítja. Zoli mindig tudja, mit akar. Ki miért? Hideg racionalizmus. Én pedig mérgelődik. Éva végez a csomagolással, majd telefonál. Anya, hazahoznád a gyerekeket? Röviden elmondja, mit vett a fejébe. Nem válaszolja meg a vonal túlsó oldalán elhangzó miérteket. De édes lányom, hallatszanak még anyja aggódó szavai, de ezekre már nem válaszol. Csak ennyit mond a telefonba befejezésül. Segíts rajtam, anya. Az autó motorjának egyhangú durozsolása. Álmosnak érzi magát. Bekapcsolja a rádiót. Otthon és az autóban is mindig Zoli kedvenc rádióadóját kell hallgatnia. Megkeresi a klasszikus zenét sugárzó adóállomást, most senki sem szólhat bele, mit hallgasson. Közben a 2 nappal korábban történtek járnak a fejében. A gyerekek fürdetése, lefektetése. Az esti sorozat a tévében már lement, kezdődik a 2. film, de nem igazán érdekli, helyette inkább olvasni kezd egy regényt. Ha valahogy ez sem köti le. Pedig a napokban vette, kolléganője ajánlotta neki, áradozott róla és megígértette vele, hogy elolvassa. Türelmetlenül lapozni kezd előre. Igyekszik néhány gondolatot kiragadni, hát ha nagyobb kedvet kap tőle, aztán mégis erőt vesz magán és elkezdi az olvasást előről. Közben többször rápillant az órájára. 10:30. 11. 11:30. Aztán éjfél. Zoli még mindig sehol.
kimerülésig tartó várakozás. Az igaz, Zoli szólt, hogy kicsivel később jön haza, de már negyedik hete nem szeretkezte. És most, hogy a gyerekeket sikerült korábban ágyba dugni, reménykedett benne, hát ha mégis összejön valami. Végre csörren a kulcs a zárban. Nyílik az ajtó, férje belép, látja, hogy a felesége még ébren van, ezért szeliden megdorgálja, amiért ilyen sokáig fennmaradt. Aztán rámosolyog és megkérdezi, hogyan telt a napja. Éva nem akarja túlságosan férje kedvét szegni, de pocsékul érezte magát egész nap. Bejelentették, hogy iskolájukat össze akarják vonni egy másikkal, így az ő helye is veszélybe került. Orsinak ő emelkedése van, ha elkapott valamit, megint táppénzre mehet. Nincs kedve mindent felsorolni. Elintézi azzal, hogy nem történt semmi különleges, csak Orsit említi mégis, az apának joga van tudni a lánya hódlétéről. Zoli oda tartja az arcát. Éva csókot ad rá, közben kitágítja orrcimpáit, hát ha idegen illatot fedez fel. Zoli mosolyog, és mosolyog. És minél jobban mosolyog, minél kedvesebb, Éva annál biztosabb benne, hogy férje megint máshol jár, mint kellett volna. Beindul a fantáziája. Elképzeli, hogy pár órával ezelőtt bizonyára más nők csókolgatott, másnak a mellét simogatta. Bezzeg az övét, nem hajlandó észre sem venni, pedig három gyerek után nem is rosszat. Annak a nőnek biztosan szebb melle van, mint nekem, hergeli magát. Zoli mindig a kisebb melleket szerette. Persze, soha nem vallaná be, de én tudom. Vajon mi lehet a baj velem? Csúnya sem vagyok, buta sem. Három szép lányt szültem neki. Rendesen vezetem a háztartást, tavaly sikerült visszamennem tanítani az iskolába, ezért még azt sem lehet rám fogni, hogy meg lennék fásulva az otthon léttől. Az ágyban sem voltam soha lusta. Akkor mi lehet a baj velem? Évának eszébe jutnak azok az idők, amikor még lehetett hangosan szerelmeskedni, és nem aludtak a gyerekek a szomszéd szobában. Mennyivel nehezebb most. Egy pisztenés sem lehet, nehogy felébredjen valamelyik. Éva tovább morfondíroz, és fokozódik az elégedetlenség benne. Vajon milyen lehet az a nő? Szőke? Barna? Vagy fekete? Ne talán vörös? És milyen lett vele az ágyban? Hogy nem is az ágyban csinálják? Elképzel néhány helyszínt, ahol meg lehet ejteni az ilyet, de az extrémeket rögtön elveti. Nem! Zoli annál kényelmesebb, inkább egy hotelszobába vagy a nő lakására mehetnek. És vajon mindent megtesz neki? Mindent az a nő, és mindent megenged. Éva úgy gondolja, hogy nem hagyja el magát három gyerek után sem. Zoli is jól néz ki, az már igaz, ismeri be. A heti kétszeri fallabda a munkatársakkal alaposan megmozgatja az izmait. Nem pegyhűt sehol sem. Egyszer megpróbálta Éva is, de nem kedvelte meg ezt a játékot. Vagy csak észrevette, hogy nem szeretik a többiek, ha elkíséri férjét. Azóta inkább futni jár esténként a budai utcákon. Egyedül. Az autó haladt tovább. Az út felét megtette már, de kicsit hosszabb, mint ahogy számított rá, valószínűleg a forgalom miatt. Péntek délután van, sok a teherautó. A végcél még nem kristályosodott ki teljesen benne, de tudja, hogy nem halogathatja tovább, kis idő után Füred mellett dönt. Eszébe ötlik egy gondolat. Milyen érzés lehet neki menni egy fának egy kanyarban? Mit érezhet az ember? Vagy inkább egy kamionnak. Kicsit kellene csak balra fordítani a kormányt ennél a sebességnél, és kész. Nagy csattanás. A másodperc töredéke az egész. Szinte hallja, ahogy a hírekben bemondják. Balatonfüred felé, félúton, egy személyautó, egy szembejövő, szabályosan haladó teherautónak ütközött.
A személyautó teljesen összetört, utasa meghalt. A teherautó az árokba borult. Nagyobb anyagi kár nem keletkezett. Tehát én anyagilag nem érek semmit. Ezen elmosolyodik. Tovább tekerednek a gondolatok Éva fejében, és most egy másik esetre gondol. Otthon vannak. Férje a késői óra ellenére hideg sört tölt magának, deres a pohár. Az állólámpát fényében forgatja, szemléli a buborékokat, szájához illeszti a pohár szélét, kortyol egyet, és arcán elégedett mosoly jelenik meg. Elképzeli, hogy ezek a szájszélek bizonyára más nő száját mellé csókolgatták. Ettől a gondolattól elfogja a méreg. Férje még arra is figyel, hogy pohár alátétet használjon, nem úgy, mint máskor. Tudja, hogy idegesíti Évát, ha meglátszik a vizes karika az asztalon. Nagyon igyekszik, de nem csaphatja be. Nézi, ahogy férje elindul a fürdőszoba felé, zuhanyozni készül. Elképzeli, hogy megfürdik, majd szárazra törli a testrészeit. Az intimebb helyeket is azzal a puha törölközővel, amit ő készített oda neki. A fehéreket szereti, és a jó puhákat, amelyek az érzékenyebb bőrterületnek is kellemesek. Mit olvasol? Kérdezi Zoli. Éva feléje tartja a könyvet, de látja rajta, hogy ez a kérdés csak feszültségoldó ötlettől fogant. Férje nem igazán kíváncsi rá. Jól esett volna, ha megkérdezi, hogy tetszik-e, amit olvas, ha beszélhetne róla. De Zoli nem kérdezte. Mint ahogy az sem, hogy van-e kedve szerelmeskedni. Az képtelenség, hogy egy férfi ennyi ideig kibírja. Ha mégis, akkor annak csak egy magyarázata lehet, hogy szeretője van. Érzi, hogy a torka beszűkül, nehezebben veszi a levegőt. Halk sípoló hangot hall, de ezt csak ő hallja, az ő belső fülével. Évának eszébe jut az a nőcske, akinek céges névkártyája hátuljára oda volt írva az otthoni címe. Nincs jelentősége, mondta Zoli, amikor véletlenül kibottyant a zakója zsebéből, és Éva rákérdezett. Csak a sofőr miatt kértem el, hogy fel tudjuk venni, amikor megyünk vidékre. Ne kelljen beutaznia ezért a munkahelyre. Valamelyik nap, amikor Éva a szennyest dobálta a mosógépbe, arra vetemedett, hogy férje alsó nadrágjai visszaügyre vegyek, hát ha talál valami árulkodó nyomot. De nem sikerült rajta kapni. Nagyon szégyelte magát emiatt, de egyszerűen nem tudott ellenállni a kísértésnek. Van úgy az ember ilyen szituációkban, hogy fél megtudni az igazságot. De tudatlannak maradni talán még borzasztó. Ezért azt kívánja mégis, hogy beigazolódjon sejtése. Ő is így érezte. Feltűnik a balatonfüredi tábla. Néhány útkereszteződés után a park felé veszi az irányt, keres egy parkolóhelyet. Most válogathat tetszése szerint nem úgy, mint nyáron, amikor nem lehet helyet találni sehol. Kiszáll az autóból. A hátsó ülésről felveszi a kabátját, begombolja, hosszú sálat teker a nyaka köré, fejére húzza sapkáját. Megindul a víz felé, végig akar haladni mellette, ameddig csak lehet. Csontjáig hatol a szél. A hullámok néha kijönnek, áttörnek a kövek között, egyre kíjebb és kíjebb. Az égen a napkorongja ezüstösen dereng a felhők között. Nyugodtan, hosszú ideig szemléli. Érzi, hogy pirosodni kezd arca a hidegtől. Észreveszi, hogy távol a fiatal pár közeledik. A férfi karja a nő vállán, a női pedig a férfi derekán nyugszik. Ekkor ismeri fel azt a parcakaszt,
ahol valamikor ők is ugyanígy sétáltak Zolival, megismerkedésük idején. Nézi a fiatalokat. Kicsit talán sajnálja is őket. Vajon mikor rontják majd el? Kérdezi magától, és meddig lesznek együtt. Rője, a Két világ közt című könyvébe találtam egy verset, ami megtetszett, mert talán kevesen tudják, hogy én is voltam valaha mozigépész. Mármint te. A gépész halála. Szerelmes filmet forgat az élet, kockáról kockára pereg tova. És míg alkonyomon virulva élek, a nézők sziszegik. Vihíros toba. Lángfelhők alatt csodálom arcot. Együtt nézzük a napfogyatkozást. Veled, én, szigeten randevúzok, s a hullámpartra lögdös egy csigát. Egy jelre várva két karom lendül, te titkokat suttogsz a fülembe. Lepedünk a holdágyára feszül, és onnan gurulunk a füvekre. Lilium kertben Rigó fütyörész, a hajnalban megszólal a harang. Két világ közt lebeg a földrész, s a teremtőnk félúton ringatja. Szivárvány higgyen vallomást teszek. Ágról szakadt szívünk melegetjük. Új dallamot dúdolok, egy szebbet, és a sas tárgyain ereszkedünk. De most ég. A gépész összerúgy. A film lefut, és padlóra kerül. Villogó vászonra árnyékoson, és egy gyenge néző sírva menekül. Aranyos Ervin, a szép asszony esete a bíróval, a jegyzővel és a pappal. A bíró, a jegyző és a pap mind megkívánta néha nap a szép menyecskét. Várták, hogy majd övék legyen, eltervezték a kélyes estét, az örömöt, hogy megfizessék, és mindőjük pénzért birtokolja másasszonyát, mit egy pásztoróra titkos homálya rejthet el. Ám de tisztes a menyecske, kinek szépséges arca, teste, előjárókban keltve vágyat, hogy gyalázzák a hites ágyat. Elárulta hát férjúrának, mire készülnek a mazok. És mert a férj sem volt bolond, furfangos tervet alkotott. Rávette szép oldalbordáját, használja ki tündéri báját, fogadja sorra az urakat, tegyen úgy, mint aki szabad. Mondja a férje, vásárba ment, s húzza az időt oda. Megjött a jegyző, s hozza a pénzét, hogy női bájjal megigézzék, ám az arra az időt húzza, rajta maradt szoknyája, blúza. A férj váratlan megérkezik, itthon feleltett valamit. Pánikba esik hát a jegyző, a konyhában a moslékos kettnő, az lehet a végső menedéke, s rejti a disznó elesége. Hogy a csarcsét meg ne találja, s ne is gondolhasson rája. A házura újra lelépett, magára hagyva a feleséget, s hamarosan a bíró érkezett. Először ő is fizetett, pénzét az asztalra téve várta a nőtől, mit kap cserébe. Az asszony szabadkozva mondta, hogy akad még egy kicsi dolga, várjon a bíró türelemmel, ám a vásárban járó ember páratlan ismét hazatért. Visszaszaladt pár iratért. Az asszony siet ajtót nyitni, int a bírónak, hova kell bújni. Teknős, a moslék várja őt is, s nyakig már ott van a jegyző is. Így a takarmány két embert rejtett, szerencsére nagy ez a rejtek.
A fény megint ment a dolgára, ott hagyva hitvesét magára, s alig telt néhány pillanat, hát nem, megérkezett a pap. Jobb kézzel ráüt a zsebére, s előkerül a misebére, vagyis amit így szánt az estre, a paráznoság bűnébe esve. A gyülekezet pénzét így költi, az álnok ruháját magára ölti, hogy elvegye, amire vágyik, hogy eljusson vele az ágyig. Ám az ajtón megint kopognak, türelmetlen lábak toporognak, hazajött ismét a ház gazdája, s a papot is a moslék várja. A férj látszólag nagyon mérges, krüszkölve szól a feleséghez, úgy érzem, valaki járt ma nálad, idegen hang verte fel a házat, gyújtsd fel a lámpát a konyhába, hangokat hallok, valami lárva. Megyek és rögtön utána járok, s agyon csapom kit ott találok. A három pórulját ott ült a kádban. Mit kerestek itt? Felelj, ha szád van. Mondja az emberünk, bot a kezébe. A jegyző szólal meg, megkérünk szépen, ne mondd el senkinek azt, hogy így jártunk. Hallgatásodért sok pénzt kínálunk. Ezer-ezer garas üti a markot, ha ezt a titkot magadban tartod. Megkapta végül a gazda a pénzét, boldogan ölelte kis feleségét, s továbbiakban boldogan éltek, s gazdagon. Hiába gazdagon hála a pénznek. Pap, bíró, jegyző többé nem látta, mert fontosabb volt a szeme világa, ha arra jártak is, rá sose néztek. Végére értünk egy kis mesének. Köszönöm szépen. Én továbbra is komoly talankodó szabad verseimből olvasok fel. Nem mese ez. Az egyik ismerősöm mesélte, hogy az ő ismerősének az ismerőse egy építőipari vállalatnál dolgozott, ahol nagyon jól mentek a dolgok, sokat lehetett keresni, és sok értékes anyaghoz olcsón hozzá lehetett jutni. Az illető fel is építette a családon forgó palotáját, és gyerekeinek is megalapozta gondtalan jövőjét. Most, mint nyugdíjas, olyan gazdag, hogy a napokban az egyik unokáját névnapján egy márkás autóval ajándékozta meg. Gondolom a többi unokája sem szenved hátrányos megkülönböztetést. Ahogy mondókája végére ért, mesélő ismerősöm, láttam kíváncsian várja válaszomat, véleményemet. Nyugodt egyszerűséggel csak ennyit tudtam mondani. Tudod, én egy térképészeti vállalatnál dolgoztam, ahol csak rajzpapírt és ceruzát lehetett lopni. Ismerősöm meglepődve nyugtázta szokatlan válaszomat, és vállon veregetve vigasztalt, mielőtt elköszönt tőlem. Köszönöm szépen. Nagy László, ki viszi át a szerelmet? Létem, ha végleg remegünk, ki imádta csak egyet? Lángolt ki lehel deres ágra, ki feszült fel a szivárványra. Látható mezővé a sziklacsipőket, ki öleli sírva? Ki becélsz falban megerett hajakat, verüveleket? S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a keselyt, s kiviszi át fogában tartva a szerelmet,
a túlsó partra. És egy saját lással zsúcsút nélkül. Egyszerűen egy kis versiket. Május 22-én született Csehorváth Ilona, Madár Szerenád. Megérett a nyár, s a zöld lombok közül árad a madár szerenád. Különös ének az ő társalgásuk, muzsikájuk, nekik nincs is másuk. Dalulnak ház előtti almafákon, jó embernek aranyló délutánon. Diszbokraim közé raktak fészket, nem is keresnek más menedéket. Zengődalért már nem kell erdőt járni, erkélyünkön lehet címkét is látni. S ha már városlakó a sok rigó, kórusban hadd fütyüljék, élni jó. Nagyon kedves vers után eszembe jutott a csodálatos hely, attól, hogy rengeteg képet látom magunk körül, csak a vízi képeket, ami szeretem a természetet és a horgászatlan szerelmes vagyok, de ezen kívül más hobbum is alakult. Az érdekesség az, hogy mai világban csak azt látom, hogy sok fiatal telefonálnak, SMS-eznek, e-maileznek, és igazából kevés dolgot látnak a világból. Arra gondoltam, hogy hány képet kell benézni ahhoz, hogy az ember sok élményben legyen része. Ennél van egy jó dolog, még ennél is jobb, ezek a bélyegek. Elkezdtem bélyeget gyűjteni, és erről írtam egy verset. Versnek az a címe, hogy Bélyegmámor. Ha mindent látni vágysz apró képeken, megnézheted azt számtalan bélyegen. Megnyílik előtted egy más új világ, éld át minden egyes szép pillanatát. Induljon egy csodás időutazás, ejtsen rabul, te bűbájos varázs. Ajánlom kicsiknek és nagyoknak, adjuk át magunkat a látványnak. Szeretnék valakit bemutatni, Bernhard József a neve, és egy kicsit az ő szavait idézni, és felolvasnék utána egy verset. Azt írja, hogy diszlexia miatt csak 9 évesen tudtam elolvasni az első képregényt, 6 órai megfeszített munkával. 2006-ban történt meg vakolásom hozta az áttörést. Legyőltek a korlátok, egy beszélő program segítségével falni kezdtem a könyveket. Megtanultam vakon gépelni, és azóta írok novellákat, verseket, humoros, egyéni stílusban. Felejteni mindent. Nem emlékszem, milyen volt látni. Nem emlékszem, kiket akarok újra látni. Homogénné lett a világ. Elmosódtak a hibák. Üressé lett a fejem. Zaklatottabb a szívem. Nem tudom, hogy újra akarok-e látni. Lehet, hogy rossz voltam, és ezt már nem érdemes visszacsinálni. Nem tudtam élni a látással, most megpróbálok élni az örök homállyal. Hiányzik a fény. Utálom, hogy a szemem csak törött edény. Lehet, hogy így szebb lesz életem. Ezután a sötét az otthonom már lesz. El akarom felejteni, ki akarom az életemből vetni. Soha nem akarok látni, amit a magam erejéből nem tudok visszacsinálni. Lázadt bennem az élni akarás, meggyógyulni, meggyógyulni. Örökké élni fog bennem a kiáltás. Juhász Magda, csillagszóró. Egyedül. Egyedül állok a parton. Hallgat a nyári este, a víz fölött pára lebeg, és a hold megbújik benne. Suttog a nádas zizekbe, halk szava róla mesél.
Pultat idéz a sötétben, süngat a nyári esti szél. Emlékek hullnak szívemre, kibomlik sok kedves kép. Jön felém újra a parton, sietve, úgy, ahogy rég. Felkér egy tártra vidámon, hallom, hogy szól a zene, hajamat csókolja a lágyon, s átkarol erős keze. Karjába simulok, nézd meg a csillagok, a hold is minket csodál, forog a föld vele, árnyékát ölelem, egyedül táncolok szokóba én. Az est folyamán, vagy a kezdetékor feladtam egy rejtvényt. Eddig nem érkezett megfejtés. Lehet, hogy egy kicsit szokatlan és nehéznek tűnt a vers. De hát ilyen az élet, akkor majd a könyvet legközelebb kisorsolom ismét. Azért elmondom, hogy a vers Kosztolányi Dezső Prolog című költeménye volt. És most egy Tármok Mihály verset olvasnék ismét, melynek még nincsen címe, ezért arra kérem a közönséget, akik hallgattak és néznek bennünket, hogy találják ki hozzá a címet, és ha lehet, akkor akár meg is írhatják, és elküldjük a szerzőnek, hát ha megtetszik valamelyik, és elfogadja. De a Tárnak Mihály, még nincs címe. Ha egyszerne talán majd olvas valaki, csak úgy véletlenül, meglátja-e poéta lelkem, ahogy az élettől menekül? A megnyugvó szellemvilágba valahol az Eon oldalán, a Parnasszuson, remélve, hogy helyt kapok a dalok asztalán. Itt nem jó. Hol a káromkodók teret nyerve dáridoznak, nyerészkedve mindent feladva hódolnak a szeszélyes sorsnak. A bicsaklót nem óvják kezek, mindenütt árnyak, közömbösség. A ma élőket orz életet a szüleiktől örökölték. Másságom, hogy kiri, látom én. Barátom nincs, szál magam vagyok, nem búsulok, hogyha menni kell. Magam mögött nem sokat hagyok. Törettem rútat, élhettem szépet, kislobos létem már mindent elért, ihattam jó bort, akár a nektárt, szagoltam rózsát, és láttam a vért. Tóth Árpád, elejtetted a napot. Rád gondoltam délután. Fönn az aranynap sütött, s lehony szemhéja rózsaszínnel átütött. Fáradt arcom szeliden tüzesítette a fény, s szemlehonyva a szokott utazásra várt. Jó titokzatos tengerem, fekvő székem útra kél, s lázam sodrán ring velem. Felelőtlen, gyönyörű fantázia tájakig, ahol romló életem némely bús álma lakik. Mindaz, ami sose lesz, mindaz, ami sose volt. Így indultam ma is el, huny szemekkel, mint a holt. Álmodozni az életet, és úgy hajlott rám a nap, mintha pilláimra a rózsaszínű parazsat, az a szent fény ejtené, mit még ott látott a szem, Isten atya kebelén, s melyre szomjas szüntelen. És egyszerre úgy esett, telén, forrón, hirtelen, rád gondoltam, s arra, hogy messze vagy. És jaj nekem! És megriadt szemeim felpattantak, a hegyek csúcsain már pirosan búsultak a fellegek. És egy furcsa vízió vaderővel elkapott, úgy éreztem, kezeit tartották ma a napot. Azért volt oly különös, minden fénynél édesebb, és én ezt csak most tudom, amikor már este lett. Mikor kezed fáradtan elejti már a napot,
s szívemben is csöndesen elhallgatnak a dalok. A következő verssel kérést teljesítek. Praia, macskajáték. Több napja vajudik bennem a bánat. Először észre sem vettem közelét. Lapuló macskaként osonva támadt, és szívembe marta körmének hegyét. Szaggatta, marta kicsiny dadogását, mint egerét játszva ugrált a körbe, zabálni vágyó falánk fuldoklásán vérző sebemmel semmit nem törődve. Gondoltam, locsolgasson penge éle, hadd edzem meg magammal a vasat. De rá kellett jönnöm, nincs segítségem, és kardom gyáván hüvelyben maradt. Emlékszem, valami verset szavaltam, idegen lelkekre kiült a béke. Majd öleltél mögém kulcsolt karral a folyó végtelen vizét elérve. Kövek közt inogtunk, hol kis hal szunnyadt, árnyéka iszapra vágya verdülése, s megbillent bokádról, ahogy kő csobbant, testén ijedt angyalkák rebbenése. Aztán elmúlt ez is. Elhalt az óra. A semmin valahol végleg megragadt. S hüppögve, némán levegőt kapkodva álltam a víznél egy platánfa alatt. Már nincs, ki hívna útjában porára, aki csókkal, zenével lelkesít. Dongva sirat egy fekete bogárka, majd holtában koppan, ahogy leesik. A szerszám is unja kezem melegét. Egy régen volt rózsaszárad a törzsön. S várom, mikor adja végső kenetét kibérelt parcellán púpozott rögöm. Most terhes indulattal ki halni kész, gyorsba teszem maradék örömöm. Ha rám töri ajtómat az ítész, és mégis élni hagy, azt köszönöm. Az utcát rovom. Sarkon koszos zenész. Pénzem sírva csörgetem dobozában. Nyekergő koldus leteszi hangszerét, mellém lép, és megveregeti vállam. Én tovább folytatnám ezzel a bolondozó, úgymond szabad verseimmel. Idegesítő mesék. Engem nagyon idegesítenek egyes nyugatra távozott magyarok itt-ott elhangzó, itt-ott olvasható önéletrajzi meséi. Háború után látva, hogy a kommunizmus sem lesz különb, mint amilyen a fasizmus volt, fogták magukat, és még idejében, vagyont elveszve, hátrahagyva, egy aktatáskával a kezükbe elhagyták az országot. Persze ezt követően odakint hányatott sorsuk, keserves életük volt, de mindezek ellenére egy-két év múlva már vállalkozásokba kezdenek, pénzintézményeknél dolgoznak, újságokat szerkesztenek, közben világhírű professzorok előadásait hallgatva fejezik be egyetemi tanulmányaikat, és újabb diplomákat is szereznek. Örökös küzdelem, örökös harc, hogy talpon maradhassanak, hogy érvényesülhessenek. És emberfeletti munkájuknak köszönhetően szép eredményeket érnek el. Meggazdagodnak, milliómosok lesznek. Napjainkban már öreg korukra felbecsülhetetlen vagyonuk van. És ebből egy kis morzsányit néha juttatnak volt hazájuknak, nekünk, jobban mondva azoknak, akik elhiszik a meséiket, vagy úgy tesznek, mint akik elhiszik, és szolgálatukba állva ünneplik őket. Nagyon megalázónak tartom ezeket a képtelen meséket. Ennyire butának néznek bennünket itthon maradt földhöz ragadtakat, hogy mindenféle hazudozást elhiszünk. Mellébeszélés nélkül üzenjük nekik,
Nekünk valóban küzdelmes volt az életünk, és mégsem jutottunk semmire. Hogy körülményeink miért alakultak így, azt ők is, és mi is nagyon jól tudjuk. Köszönöm szépen. A mellettem lévő hölgynek a versét olvasnám fel, ugye? Rendben. Babosné Nagy Zsuzsanna, akkor is. Ha nem szólsz egy szót se, ha elhagysz magamra, ha erős kezekkel nem is túrsz hajamba, akkor is csodállak, akkor is szeretlek, s a fénynek fonákján csendesen kereslek. Ha nem kérsz belőlem, ha ízem feletted, ha lélek morzsáim sem hoznak közelebb, akkor is csodállak, akkor is szeretlek. Sötétült szobámban csillagként meglellek. Köszönöm szépen. Én is köszöntöm. Várnai Zseni, öregnő sóhajt. Csak addig fájt, amíg harcoltam érte, amíg a lelkem égőn rátapadt, s egy reggelen rájöttem, hogy hiába. Az ifjúság már tőlem elszaladt. Lemostam minden kendőzést magamról. Hajamat sem festettem újra már, mint vert vezér, a fegyverem leraktam, s olyan vagyok most, mint egy téli táj. Mint a felhőkben nyúló hegytetőkön, fejemen ím örökös hó ragyog. Így hordozom ezüst koronámat, és fehéren újra szép vagyok. E szépség más, mint volt az ifjúsági. Nincs benne tűz, és nincsen küzdelem. Magas hegycsúcsra nem csap lenti lárma, és ez a szépség nem lesz hűtelem. Olvasgatok, sétálok. Eltűnődöm az életen, mely szép és változó. Hullámok jönnek, mennek, elsimulnak. Így hömpölyög a nagy és mély folyó. Lassúdan járok, fűszálat se sértek, mert minden élet mérhetetlen kincs. Napnyugtát, holdat, csillagokat nézek. Ó, mennyi nagyság! S vége soha sincs. Köszönjük szépen mindenkinek, akik velünk tartottak ezen a